Csatlakoznék az előtt szólóhoz, hogy már nagyon azt reméltük, hogy túl vagyunk itt a nehezén a pandémiának, de nagyon jól tudjuk, hogy mentálisan nem csak a lakosság fáradt el, hanem tulajdonképpen a gyógyszerészek is, akikre nagyon sok plusz feladattat rót a járványhelyzet. Mi tavaly szeptember 25-én a gyógyszerészek világnapjához kapcsolódóan próbáltuk megkérdezni a kollégákat, hogy hogyan is érték meg a pandémiának a különböző hullámait. És nagyon jól nyomon követhető volt, hogy még kezdetben elsősorban a gyógyszerellátás biztosítása, tehát hogy a lakosságnak megfelelően ellássák gyógyszerekkel, fertőtlenítőszerekkel, légi eszközökkel, ez óriási problémát jelentett. Aztán későbbiekben változtak kicsit ezek a feladatok, amikor már lehetett vakcinához hozzájutni, akkor persze a betegek edukációja, ezekkel a vakcinákkal kapcsolatos tudnivalókról nagyon sokan kérdezték őket. Mindenesetre az látszott az összes beszámolóból, hogy jelentős kreativitást igényelt a gyógyszerészek részéről, hogy hogyan tudják megoldani ezeket a feladatokat. Hiszen itt is ugyancsak nehézség volt, amit azért mindig látunk, hogy minimum létszámmal működnek azért jó részt a patikák. Tehát nagyon alaposan meg kellett azt szervezni, hogy mindig legyenek elegen a patikában, és nehogy egymást is megfertőzzék adott esetben, tehát hogy váltásban tudjanak működni. Hát én úgy látom, hogy nagyon jól megoldották ezeket a feladatokat, bár teljesen mást jelentett az, hogy hogyan tudják az ellátást folyamatosan biztosítani egy kicsi faluban, és teljesen más volt mondjuk egy nagyvárosi környezetben, hogy éppen mi volt a legfontosabb, amit ott azonnal valamilyen módon megoldást kellett ezekre találni. Tehát én azt gondolom, hogy a lakosság viszont értékelte a gyógyszerészek munkáját, mert tényleg lehetett hozzájuk fordulni folyamatosan, amíg az orvos tudjuk, hogy nagyon sokszor nagyon nehezen lehetett csak elérni, lehetett tőlük kérdezni, hiteles tájékoztatást kaptak, hát nyilván ehhez próbáltunk mindenféle szakmai anyagot, hátteret is megadni nekik, ami hát arra már viszont tényleg nem volt idejük, hogy napra készen kövessék a szakirodalmat, mintán hosszú órákat dolgoztak a patikában, közben a gyerek otthon home office-ban próbált tanulni. Tehát ezen a nehézségen én úgy látom, hogy túl vagyunk, most éppen arra az időszak következik, amikor a tanulságokat kell levonni, és talán egy kicsit ők is most, hogy túl vagyunk rajta, jobban rálátnak, jobban meg tudják fogalmazni, hogy mik a tapasztalatai a Covid járványnak, hogy egy következőre jobban föl tudjunk készülni. Nyilván teljesen más volt egy közforgalmú gyógyszertárban, amit meg kellett mondani, és egy kórházi patikában, de mindenképpen az összes szereplő azt emelte ki, hogy az együttműködésnek a fontossága rendkívüli módon felértékelődött. Tehát a nagykereskedők, a gyógyszeripar, a kórházi ellátás, tehát az összes szereplőnek itt össze kellett dolgoznia ahhoz, hogy folyamatosan tudják a gyógyszerellátást biztosítani. Hát én azt gondolom, hogy az idei alkalommal biztosan nem lesz probléma, a lakosság fogja a kedvenc patikáikat itt jelölni, és a kedvenc gyógyszerészüket, akikről tudják, hogy hozzájuk tényleg a legnehezebb helyzetekben is lehetett fordulni. Az más kérdés, hogy a gyógyszerészek, ahogy említettem, azért nagyon leterheltek, elég elfáradtak, de reméljük, hogy azért lesz arra kapacitásuk, hogy mégis leírják azokat a tapasztalatokat, amik, és azokat a fontos dolgokat, amikre a Covid pandémia irányította rá a figyelmet. Köszönöm szépen. És most megkérem